Проєкту армія дронів виповнюється перший рік за цей час. Ми збільшили можливості виробництва дронів в сотні разів. Denis Mihály Ukrajna miniszterelnöke kijelentette, hogy az ukrán támadó drónok az elmúlt hat hónapban több mint 14 ezer ellenséges célpontot találtak el. Ukrajna igazi forradalmat hajtott végre a drónjártás szabályozásában. 20 törvényt és szabályzatot fogadtak el, és ennek köszönhetően a termelés százszorosára nőtt. Megszűnt a bürokrácia a drónjártás területén, mintegy 200 magáncég között valódi verseny alakult ki. Az idei állam mi költségvetésben 40 milliárd hrivnya áll rendelkezésre drónok beszerzésére, és ez nem végleges. mondta Mihál a kormány keddi ülésén. Számolt be az Interfax Ukraina. A miniszterelnök hangsúlyozta a legújabb fejlemények, már most megváltoztatták a háború menetét. Többek között a haditengerészeti drónok bénították meg az ellenség flottáját a Fekete-tengeren, és garantálták a vízi logisztikai folyosó biztonságát. A támadó drónok mindössze fél év alatt több mint tizen 4000 célpontot találtak el, orosz technikát, a légvédelmet, erődítményeket tette hozzá. Smihál hangsúlyozta, hogy a pilóta nélküli rendszerek erői, mint különálló haderő létrehozása lehetővé teszi a drónokban rejtő lehetőségek maximális kihasználását.